Hát sziasztok, üdvözlök ismét mindenkit! Visszatértem repteres témával, amit ugye már ígértem nektek korábban, hogy lesz. Facebookon egy pár hete megjelent egy ilyen, hát azt hiszem talán a kerületi Facebook oldalnak egy ilyen cikke, hogy hogy kerületi politikusok aláírásokat gyűjtenek, hogy hát ilyen lakókkal ilyen petíciót írtak, hogy hát őket már nagyon zavarja a repülőtérnek a megnövekedett forgalma. Ugye most már nagyjából tényleg van olyan időszak, amikor ilyen 5-6 percenként szállnak le, meg szállnak fel a gépek, és hogy ez nagyon zavarja őket hát az életükben. Most mondanám azt, hogy a pihenésükben, de igazából zavarja őket ennyi. És jön egy mentőautó, és nem tudom, hogy a francba akarjuk őt majd elengedni, amikor basszus kulcs. Hát, most sajnos csak így sikerült megoldani, már akkora itt a forgalom, hogy se előre, se hátra, se oldalra, se merre nem lehet menni. Most viszont itt errefele. Jó. Szóval megnövekedett a forgalom, és akkor ezzel kapcsolatban petíciót adtak be, hogy ezzel valamit úgy a légi folyósókat, illetve hát ezeket a, hát igen, légi folyósokat úgy változtassák, tehát ez a felszálló irány, leszálló irány, meg ilyesmi, és hogy ezen változtassanak, mert hogy szerintük nem a kijelölt útvonalakat, mert ugye évek ezelőtt is volt ebből probléma, akkor úgy tűnt, hogy megoldották azzal, hogy ahogy felszáll a gép, már valami élesebb kanyart vesz meg ilyenek, és akkor az lakókat annyira nem zavarják, de szerintük a pilóták ezt nem tartják be. Tehát ez konkrétan valaki leírta, hogy a pilóták ezt nem tartják be. Könyörgöm, ez nem így megy, hogy a pilóta gondol egyet, és szarok ér rá, az meg melyek egyenesen. Tehát ez nem így megy. Viszont a kommenteket elkezdtem olvasni, és nagyon sokan csatlakoztak ehhez, olyanok, akik nem a kerületben laknak, hanem szomszéd kerületekben, és akkor odaírták, hogy hát nagyon jó lenne egy ilyen petíció nálunk is, mi is szívesen aláírnánk, tehát a 17. kerületből például, és amint fennakadtam, hogy már Zugló is beszállt ebbe, és akkor azt mondta, hogy na, tehát álljon meg a menet. Tehát akkor innentől kezdve egész Budapest, Rózsadomtól kezdve, Budaörsön át, a Csepelig, mindenki beszállhatna ebbe az egészbe, hogy fingassák meg a repteret. Tehát kezdjük ott, hogy egy nemzetközi terminál, igen, az tény, hogy Európa nagyon sok nagyvárosával szemben, ez tényleg nagyon közel van a városhoz. Nézzétek meg például Bécs, Frankfurt, csak most kettőt mondtam. Abszolút nem a város vonzás körzetében van, hanem akár ilyen 10-20-30 km a várostól. Így gyakorlatilag, ahogy eljössz a kettes terminálról, ott már gyakorlatilag Budapest van, és több tízezren laknak ott a körzetében. Az egyes terminálról meg ne is beszéljünk, hogy amíg az üzemelt, az meg gyakorlatilag benn van a városban. Úgyhogy ebben igazuk van. De az, hogy, és megint előjön ez, hogy ami a Buli negyed kapcsán is volt, hogy azért, mert pár ezer embert egyébként, és én biztos vagyok benne, hogy van, akit zavar. Ezt meg tudom érteni. De szerintem nagyon sokan csak indokot keresnek arra, hogy, tehát, hogy csönd legyen körülöttük, hogy semmi ne zavarja őket, és most pár ezer ember miatt megint egy több milliárd forintos bizniszt akarnak megfúrni. Mert nyilván azt nem tudnak olyan petíciót aláíratni, meg beadni, meg elfogadtatni, hogy zárjon be a reptér. Hát azért álljon már meg a menet, tehát azért ez nem így működik. Viszont ők azt szeretnék, hogy erre valami megoldást találjanak, ami nem fog sikerülni egyébként, mert egyszerűen nem fog sikerülni. Na, tehát, és akkor jöttek az okos kommentek, hogy mert ugye a reptér az azt hiszem talán kanadai tulajdonban van, mindegy, külföldi tulajdonban van a reptér, és hogy ezek a pénzek, ezek úgyis elvándorolnak az országból. Na, tehát ami pénz bejön a reptérnek, az megy fejlesztésre, megy fizetésekre, és magyar emberek dolgoznak egyébként ugye a reptéren. Tehát azok a magyar emberek itthon kapnak pénzt, itthon költik el. Tehát a fejlesztésekre igenis szükség van, tehát mert az még több pénzt hozhat. Tehát, na, ha meg most odavágunk a reptérnek, és kevesebb turista jön emiatt lehet, hogy akár, hát most nagyon messze megyek, de lehet, hogy szállodák zárnak be. Tehát a turizmusnak nem szabad, hogy oda basszon semmi. Ezt értsétek meg, turistákra szükség van, mert ha azt nézzük, én is belőlük élek, és még nagyon sokan egyébként. És most azért, mert most oké, tehát ő pihenni tudna, hogyha kevesebb gép jönne, vagy nem olyan irányból. Az meg a másik fasság, hogy mert kimentek a
kb. Egy éves videó már, talán az átlátszó.hu vagy valami, nem tudom már mi volt. Kimentek, ott a környéken élők között találtak párat, aki nyilatkozott. És például egy öreg lány, nyilván nyugdíjas, mi más, tehát őt találták meg, és azt nyilatkozta, hogy ez már tartatatlan, mert, és nem azzal indokolt, figyeld, hogy nem tud aludni éjszaka, azzal indokolt az öreg lány, hogy nem hallja a híradót. Könyörgöm, nem hallja a híradót, ez olyan kurva nagy probléma. Tehát jó, mindenkinek megvan a problémája, lehet, hogy neki ez a legnagyobb problémája. De hát könyörgöm, amiatt nem fog egy reptér ezen a dolgon változtatni, mert őt zavarja, hogy a híradót nem hallja. A másik nagyon nagy baromság egyébként, és ez a legnagyobb fasság, mert ugye felmegy, és akkor mutatta, hogy hát tessék, megint innen szállnak le a gépek. Igen, a leszállás, és most javítsatok ki a tévedek, és tudom nagyon jól, hogy vannak olyan ismerőseim, akik ez egyébként jobban értenek, és talán ők magyarázták el, hogy a leszállás-felszállás az a széliránytól függ. Tehát ez nem, megint csak nem a pilóta dönti el, hogy ő most déli irányból szeretne leszállni, vagy északi irányból, vagy keletről, nyugatról, tök mindegy. Ezt nem ő dönti el. Van ugye egy irányító központ, ahol megmondják neki, hogy most te honnan szállsz le, melyik kifutóra. Tehát ez baromira nem így megy. És személyes sértésnek veszik emberek, hogy a reptér működik gyakorlatilag olyan formában, ahogyan most működik. De hál' Istennek nagyon sokan oda írták, tehát ez a véleményemmel hál' Istennek nem vagyok egyedül, mert nagyon sokan oda írták, hogy a reptér közelében raktak, és érdekes, ez soha nem zavarta őket. A másik, hogy a reptér már körülbelül, hát most nem akarok hülyeséget mondani, de körülbelül 60 éve ott van. Tény, hogy amikor elindult, akkor hát megkockáztatom, lehet, hogy hetente felszállt 3-4 gép, most meg tény, hogy egy óra alatt felszáll 6-7, de nagyon régóta ott van a reptér, főleg akár ha nézzük a régebbi gépeket, mindig is nagy zajjal járt. Tehát most onnantól kezdve, hogy ez megint csak tényleg az, hogy zavar pár embert, ez nem fog változni. Tehát ez egy akkora bullshit tényleg, hogy az valami egészen elképesztő. De hát nem fog sikerülni nekik amúgy, mert én is egyébként a reptér közelében lakok. Az tény, hogy a 18. kerületben, de távolabb a reptértől, viszont én régebben, amikor anyámékkal laktam, akkor én a 1-es termináltól légvonalba körülbelül 800 méterre, 1 kilométerre laktam. És soha nem zavart. Soha nem volt olyan problémám, hogy engem az zavart volna, hogy reggel 6-kor mondjuk felszáll egy gép, vagy leszáll egy gép. Mondjuk reggel 6-kor nem szoktak gépek leszállni, de akár ez is megtörténhet egyébként. Szóval ez érdekes, engem soha a büdös életben nem zavart az alvásban, nem zavart a pihenésben. Vannak olyanok, akiknek gyakorlatilag a telke fölött megy el a gép. Nem akarom elhinni, hogy amikor ők oda költöztek, akkor az a reptér még nem volt ott. És nem akarom elhinni, hogy amikor ők annó kinézték azt a házat, és elmentek megnézni, akkor éppen nem volt ott repülőgép, amelyik leszállt volna, vagy felszállt volna. Tehát panaszkodni mindig is lehet, de egy, a reptér az egy kurva jó dolog, a repülés kurva jó dolog, a turisták kellenek, ezt értsük meg. Tehát nem lesz az, hogy megint pár ezer embernek valami hasfájása van, akkor erre valami törvényt hoznak. Ha nézzétek meg a népszavazást, ami volt a 7. kerületben a Buli negyed miatt, azt is elkaszálták. Az emberek többségét egyébként ez nem érdekli. És ott is olyan hülyességeket hoztak fel, és például az, hogy akkora szemét van a városban a Buli negyed miatt. Igen, az tény, hogy éjszaka, ugye rengeteg gyroszos van, meg bár, meg ilyesmi, poharak, ilyen műanyag poharak, meg szalvéták, meg mindenféle ilyen fél gyrosz, félig megrágolt gyrosz, meg ilyenek szét vannak dobálva. De én a saját szememmel láttam, hogy reggel 7-kor, hétköznap vagy hétvégén, teljesen mindegy, végig mennek egy ilyen kis teherautóval, amin van egy kurva nagy tartály. Két oldal, két nagyomású ilyen szórópisztoly, és közteresek takarítják az utat. Könyörgöm. Hát megtisztítják. Hát én még nem volt, mert én direkt akkor bementem a városba, hát illetve ott volt dolgom ugye fuvar miatt, megálltam és tettem ott egy kört azon a részen, és délelőtt 11-kor semmi szemét nem volt. Tehát ez megint egy akkora baromság, hogy az hihetetlen. Úgyhogy mindenre lehet, én is panaszkodhattam volna ugye a reptéri parkolás miatt, írhattam volna e-mailt, petíció,
hogy mi az, hogy bezárják a repteret, nem. Alkalmazkodni kell, és megoldást kell nekünk magunk találnunk arra, akikkel nyilván kicsit kipasznak, de nekünk kell valami normális megoldást találni, mert senki nem fog ebben nekünk segíteni. Mert senkinek nem érdeke a reptének, nem érdeke az, hogy nekem, mint nem, hát nem hivatalos reptéri partner, nem tudok bemenni a terminálra. Tehát ez nem fogja őket érdekelni soha a büdös életben, hogy én ezt hogyan oldom meg. A városvezetést, mivel elkaszálták gyere tessék menni. Mivel elkaszálták ugye a, hát tessék gyertek, úgy is áll a sor. Mivel elkaszálták a buli negyeddel kapcsolatos népszavazást, baromira nem fogja őket érdekelni, hogy ki hogyan oldja meg, hogy ki mit, hogyan, vagy kit mi zavar. A lakókat, tehát nem fogja érdekelni senkit, a reptereknek főleg nem, hogy a lakók ott a környéken, a reptér környékén hogyan oldják meg az életüket, hogy őket mi zavarja, hogy a öreg lány zavarja, hogy a TV2 híradót nem hallja. Senkit nem érdekel. Jó? Úgyhogy mindenki aki a környéken lakik, bár valószínűleg onnan senki nem nézi egyébként a videóimat, oldjátok meg. Találjátok valami megoldást magatoknak, mert senki nem fog rajtatok segíteni. Értem, hogy nagyon régóta ott vagytok, azt is értem, hogy zavarja az ott lakókat, de ez mindenkinek az egyéni problémája. Ezzel vagy együtt élsz, vagy felemészt. Úgyhogy ennyit akartam ez a témával kapcsolatban. Ezek olyan videók egyébként, amiket már régebb óta meg szerettem volna csinálni, csak egyszer nem jutottam el oda. És még nagyon sok ilyen téma van. Egyébként mehetnél, töki? Köszi. Szóval nagyon sok ilyen témám van még egyébként, amit már régebb óta meg szerettem volna csinálni, csak egyszer nem jutottam el addig. Úgyhogy majd várhatok a közeljövőben ilyen videókat is. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!